Tágasság, egészséges vagyok, és közben az állás miatt elfelejtettem. Szállás betegség az blokkolja a nyelési reflexet is, és mivel ahhoz is izommunka kell a nyeléshez, azt is leépíti. És egy idő után elveszik a nyelési képesség. Ugyan gyógyíthatatlan betegsége miatt már nem tud önállóan enni, inni és mozogni. Kalsai Dániel alkotmányjogász szellemileg aktívabb, mint valaha. Most is egy színházi darab forgatókönyvén dolgozik. Egy éve május júliusban beugrott, hogy írjuk egy-két jelenetet. Nem volt tudatos tervezés, de arra elég hamar rájöttem, hogy profi segítség kell. Hogy van a vége? Dávid befejezi egyedül. A nagybátyja Karsai György klasszika filológus, ő tanított a Színművészeti Egyetemen, és akkor ő felhívott múlt nyáron, hogy a Dani elkezdett írni egy darabot. Indulunk, amit az Ábel közös kórusnak írt, ugye? És onnantól jönne ez. Bár korábban nem ismertük egymást, azért mégis az ember így az év során közel kerül hozzá, mint emberként, mint szellemileg, alkotóilag, érzelmileg, és nehéz végigkövetni egy leépülés folyamatát. Az Egy tökéletes nap című darab nem csak a fizikai leépülésről szól, de megmutatja majd azt is, honnan lehet a legrosszabb pillanatokban is erőt meríteni. Válasz egy háromszobás lakosztály bérletre, egy angyalföldi sorházban! Derüljél egy fotelben és nézd a lélekülő vasas meccset! Tömd el a szállat ócskóla szételekkel! Válaszd a végén a sportszeletet! A sors furcsa fintora, hogy a darab bemutatója a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítélet hirdetésének másnapján lesz. A pert Karsai Dániel és jogászai tavaly augusztusban indították. Azt akarták elérni, hogy a bíróság kötelezze arra a magyar államot, hogy olyan jogszabályt alkosson, amely lehetővé teszi számára az aktív eutanáziát. Jelenleg ugyanis a magyar jog szerint ez emberölésnek minősül, és börtönbüntetés jár érte. This situation goes against the principle of personal autonomy and human dignity as understood by the court. A tárgyaláson a magyar állam jogi képviselője azt hangsúlyozta, hogy minden államnak meg kell lóvnia az állampolgárainak az életét. Nor does the right to personal autonomy include a right for others to destroy an autonomy and a life. Az ítélet hirdetésre több mint fél éve várnak. Három lehetséges forgatókönyv állhat elő. Az egyik az az, hogy a teljes kérelemnek helyt ad a bíróság, és kötelezi a magyar államot arra, hogy olyan jogszabályokat alkosson meg, amik lehetővé teszik Dani számára azt, hogy akár Magyarországon fejezhesse be például orvosilag asszisztált öngyilkossággal az életét. Az egy hatalmas siker lenne. Ha viszont a bíróság úgy dönt, hogy nem ad neki igazat, akkor sem adja fel. Három hónapon belül a bíróság nagy kamarájához fordul. A harmadik lehetőség az, hogy a bírák nem Magyarországon, hanem külföldön adnak zöld utat az aktív eutanáziának. Dániel viszont azt mondja, ő nem akar más országban meghalni. Én már nem tudom elmenni fázba. Én nem is akarom. Dániel ameddig tud beszélni, addig nem akar eltávozni. Előbb-utóbb azonban eljön a pillanat, hogy már csak pislogással tud kommunikálni. Ha már nincs más, csak a küzdelem, a szenvedéssel mindenkinek
joga kellene, hogy legyen, hogy azt mondhassam, köszönöm, engem van. Öccsével Péterrel abban bíznak, hogy a bíróság a javukra dönt majd. Bár Strasbourg eddig minden hasonló beadványt elutasított. Ha minden jogi keret adott, hogy a Dani ezt a döntést meghozhassa, és azt szeretné, hogy én segítsek neki ebben, akkor én természetesen én ott fogok állni mellette, és segítek neki mindenben. Dániel amellett, hogy az élete perén dolgozik, minden nap olvas, és készül a színházi darabjának bemutatójára is. Egy napban a bemutató előtt lesz a Strasbourg-i döntés, bár most azon zérva röhögünk, hogy azt bele kell élni. Muszáj. Azt viszont, hogy meddig írhatja élete forgatókönyvét, azt nem tudja. Egy biztos, ha eljön az idő, méltósággal szeretné befejezni a sorokat.